szegedi túránk utolsó előtti helyére, de szombaton ez lesz az utolsó hely, ahova jövünk, és talán nem véletlenül hagytuk ezt a helyet a végére, mert hogy van egy ilyen tervünk, hogy a végén itt egy finom fagyit fogunk enni, mert hogy azt mondják, itt van Szeged legjobb fagyja. Rudi és Fickóban vagyunk, mellettem Zoli a hely egyik tulajdonosa, aki elmutatja nekünk a helyet, hogy mit kell tudni erről a helyről. Mikor nyitottatok? Június 28-án nyitottunk, tehát nagyon friss akkor még a hely, nagyon friss a hely. Nagyon. De ti nem ma kezdtétek a vendéglátást, ha jól tudom. Én igazából a vendéglátást ezt most kezdtem 4 hónapja igazából. A fagyi az nekem nem újdonság, tehát 8 éve foglalkozok vele. Igazából Nándi az üzlettársam, meg a kedves párja, tehát ők üzemeltettek egy másik vendéglátóegységet, a Cirmit, tehát ők profik a vendéglátásban. Így van, egy profi fagy és egy profi vendéglátó csapat, akkor összeállt. Mi a koncepciótok? Mert elég érdekes. Hát a koncepció, tehát az alapötlet először fagyi és kávé volt, utána Nándinak volt ez a hatalmas ötlete, a kovászos termékek és ezek a profi péktermékek. Aha. És utána még véletlen hozta nekünk ezt, hogy nápolyi pizzák is van. Aha. Nagyon remek házi limonádéink vannak, borok. Borok, jó sörötök van, amit szintén kötődik hozzátok a sör is. Nándinak a saját sörre, csak az ilyen gasztrokocsmában lehet kapni. És itt a neve az Kitty, ez egy nagyon finom, ilyen trópus ízű ipa. Tehát érdemes kipróbálni mindenféleképpen, vagy itt, vagy ott. Mit kell tudni a fagyiról? Mert akkor a fagyiról tudsz a legtöbbet mondani. Mitől különleges? Sörről még annyit mondani, tehát Magyarországon nyert egy díjat 2017 év végén. Aranyérmet nyert, és az európai bajnokságra is kikerült ott, ahol ezüstérmet nyert. A fagyiról igazából annyit lehet tudni, mert az eléggé nyálcsorgatós hely. Első ránézésre a színek azért úgy nem szokványosak, miért pedig azért, mert nem használunk mesterséges színezékeket. Tehát mindenek pasztel színe van, vagy például, mint a belga csokinál, hogy sok kakaót és csokit használunk, tehát ott egy ilyen sötétebb színe van. Teljesen elmentesek, nem használunk mesterséges színezéket. Francia vaj és tejszín az alapja ennek a fagynak, tehát ettől ilyen sejmes, krémes az íze. És igazából 18 ízzel szoktunk kínálni, és most eléggé szétszedtek minket a nagy melegben. Nem érem utol magamat egyszerűen. Tehát ezt te itt frissen csinálod? Itt frissen csináljuk, hátul, tehát két szekciónk van. Az egyik a pékrészleg, bal oldalt pedig a fagyi részleg. Ugye bekukkantunk oda hátra is. Azott a most éppen rész. Nem vagyok ott, sajnos. Hiányoltalak is, vagy. És akkor te már régóta foglalkozol fagyival, kezdettől fogva egy ilyen ezt kézművesnek lehet nevezni? Vagy ez kézműves találó fagy, igen. Elnevezés, mert nem mindenki szereti, hogyha azt mondjuk a termékére, kézműves. Hát igen, a kézműves dolog elég világosan, de hát ugye ezt teljesen kézzel kavarjuk be, kézzel készítjük, itt helyben főzzük, helyben fagyasszuk. Tehát van egy kényes kérdés, amit szeretnék már régóta megkérdezni egy fagylalt szakértőtől, hogy a Magyarországon minőségek között van óriási különbség, és van egy jelenség, amit úgy hívnak, hogy az albán fagyi, vagy az albán pékség jelenség, ami ugye arról szól, hogy hát nem minden az, aminek látszik. De hogy miről szól ez pontosan? Tehát mi a különbség egy gyengébb minőségű fagylalt, és akkor nézzük meg a ti fagylaltotokat, amiben meg azért egészen sok hát a különbség az óriási, ugye, tehát az albán fagyinak csúfolt remekműből pont a minőségi alapanyagok hiányoznak igazából. Alapja víz, egy habosító anyag, teljesen szintetikus, és olajat szoktak hozzátenni meg. Olajat? Igen. Meglepő. Egy kis víz, étolaj, meg ez a habosító anyag. Pontosan nem emlékszem, nem érem, hogy kaptak tőlem egy linket, ahol ezt szépen bemutatják. Sajnos nem csak az albán, a magyarok is foglalkoznak ilyen pénzhajszáz dolgokkal, de nem ajánlom senkinek igazából, teljesen egészségtelen. Aromát használnak hozzá a mesterséges színezéket is. Olcsó is van. Hát igen, elvileg a benne levő tartozékok nem ülik meg az ember, de hát nem is igazán tesznek hozzá, meg hát igen, évek kérdése, hogy így van. Ki hogy mind, és ugye ezzel szemben akkor áll egy olyan, beletesznek mindenféle jó anyagot, és hát tulajdonképpen ugye itt ebben azt látom problémának, mint a kávénál is, ahol van egy gyengébb minőségű kávé mellett egy minőségi. Ugye a gyengébb minőségű, ugye jóval nagyobb áréssel lehet dolgozni, tehát gondolom itt a fagyinál is az van, hogy több száz százalékos árréstát tudnak rakni. Persze. Amíg egy jó minőségben, mivel benne van az anyag, ez akár a fele vagy a harmada, amit tudsz rajta keresni. És hát nem egyenlő a versenypiaci feltétel innentől kezdve. Ez a fogyasztót nem fog érdekelni, de az fogja érdekelni, hogy mi az a minőség, amit megiszik, és az az ő szervezetére milyen hatást gyakorol. Na jó, hát ezt is megtudtuk. Szerintem átnyergelünk most egy kicsit kávés frontra, és beszélgetünk akkor kávéról. Köszönöm szépen, hogy felvilágosítottál minket ezekre a dolgokra. Nyergeljünk át akkor kávés pontra, miután kifagyisztuk magunkat.
Beszéljünk először arról, hogy neked mi alakította ki a kávézás iránti szenvedélyed. Hát gyakorlatilag a szenvedélyemet az annyi, hogy gyerekkorom óta kocsmába járok, és akkor ott adnak kávét és pláne. Gyermekkorunkban azért ittünk pár rossz kávét. És utána egyre fokozatosan jöttek be azok a márkák, akik azt mondták, hogy jó, és mi azt hittük, hogy jó, azóta már rájöttünk, hogy az se igazán jó, és mi folyamatosan kaptuk az impulzust, hogy milyenek az igazán jó. És aztán most találtunk pár olyan jót, remélem, hogy még ezen is túl fogunk majd lépni, de most jelenleg azt mondom, hogy elég jó irányba. Elég jó, és meg akarjátok mutatni az embereknek is, hogy mi az az a jó kávé. Ráadásul pont nem is lőjük el nagyon az árukat, pont emiatt, hogy minél többen kóstolják ezt meg. Ez egy nagyon jó irány, az embereknek meg kell tudnia azt, hogy milyen egy igazi, jó elkészített, jó minőségű, jó forkörésű kávé. Hát én ahogy látom, azért a gépre eléggé odafigyeltetek, így első elnézésre azt tűnik fel, mert a szelvőmónak egy csodája, ami itt nálatok van. És egy csodálatos színben van, egy tűkiszkék, ez igen ritka. Most jött ki, vártunk is rá jó sokat, a nyitás is ehhez egy kicsit csúszott, későn érkezett, de gyakorlatilag azóta panasz, nincs rá, gyönyörűen tudunk venni. Mit tud ez a gép? Mert egy laikus látja, hogy van itt egy nagyon szép gép, világít, meg mindenféle gombokkes eszközök vannak rajta. Gyakorlatilag jelen pillanatban ez úgy van, hogy egy jó barisztával, meg egy jó kávéval tökéletesen jó kávékat tud főzni. Gyakorlatilag van két kazánunk elő, van egy hátsó, Bluetooth-szal kommunikál a mérlegény. Tényleg mindent segít, amit egy jó barisztának kell. Kettő kávéval vagytok jelen. Az egyik ugye egy hagyományosabb ízvilágot képvisel azoknak, akik a hagyományos ízvilágú kávékat szeretik. Róla mit tudhatunk, illetve a másik, ami már ugye a specialty világ, ami abszolút azoknak az embereknek szól, akik kávéinyencek. Így van. Hát gyakorlatilag a bal oldaliban, amit látjátok, az AVX-től, AVX pöttölésű fele robusta, fele arabika, ami egyébként az emberek többnyire szeretnek, és ez az azért jó, mert ez egy nagyon jó kávé, nagyon jól el lehet készíteni, és az átlagos kávéfogyasztók is nagyon szeretik, és azok is szeretik, akik esetleg a specialitére vannak ráállva. Kiváló kávé. Van egy másikunk, a Dos Mundos. Az ami az. A Dos Mundos kávé pörkölő, és egyébként kettő kiváló kávé házuk van Prágában. Csodálatos emberek. Kimennek személyesen, megnézik a farmokat, megnézik a kávét, úgy veszik át, és csodálatosan is pörkölik. Az ő barisztájuk volt tavaly Csehországban az első, úgyhogy... Tehát a cseh barista. Ők benne vannak a top 10 legjobb kávé pörkölés. Hogy találkoztatok a kávéjával? A kávéjával? Úgy, hogy együtt dolgoztunk, van, és nagyon jó barátságot kötöttünk, és ez egy csodálatos véletlen. De egyébként mindenki mondja, véletlenek nincsen. Hát a sors az így akarta, hogy sors így legyen. Most mitek van tőlük? Egy ekvádor, csodálatosan finom gyümölcsös ekvádor. Szerintem akkor csináljuk azt, hogy megkóstoljuk. Jó, készen. Értek eszpresszót kérünk akkor belőle, leteszteljük, és utána ezzel zárjuk a mai napunkat. Nagyon jól teszik. Megkoronázzuk. Készítjük. Köszi. Elmondtál, meg a kávét is, és akkor még utána úgyis fogunk beszélgetni. Egészségeteket! Hát ez remek. Hát ugye off-topic, mert nem kávé, de egy ilyen klasszikus lattés csészében kértem 4 bombóc fagylaltot, amit most elkezdek kóstolgatni, és az a nagy harci helyzet, hogy ilyen fantasztikus fagyit még sehol nem ettem. Egyszerűen, ha jöttök ide kávézni, vagy bármi, fagyizás nélkül ne menjetek el. Mi még biztos visszajövünk ide, amíg itt vagyunk Szegeden, mert ez hihetetlen. Nem találok a szavakat. Hát akkor már elköszönünk tőletek, sziasztok!